világban, ahol az optimista számítások szerint is 15 percen keresztül lehet valakinek a figyelmét elnyerni, és a pessimista becslések azt mondják, hogy 4 percnél tovább már nagyon nehéz egy dologra figyelnünk és koncentrálnunk. Megtiszteltetés számomra, hogy még mindig itt vannak, úgyhogy a harmadik előadást tartom, és minden előadás több mint, vagy minden előadó több mint 15 percet kapott ahhoz, hogy az előadását megtartsa. És hogyha megengedik nekem, akkor egy gondolatébresztő idézettel szeretném kezdeni, amivel lehet, hogy az előadásom egy picit színesebbé tudom tenni. Fritz Hotermann, amerikai tudós, mondott egy szellemes megjegyzést. A ragyogó elméknek az a galaxisa, amely az atomenergia felszabadításán dolgozott, valójában a Marsról érkezett látogatókból tevődött össze. De nehéz volt számukra, hogy idegen akcentus nélkül beszéljenek angolul, ezért álcázásként magyarnak mondták magukat. Hiszen köztudott, hogy a magyarok semmilyen idegen nyelvet sem képesek idegen akcentus nélkül használni, a magyart kivéve. Mielőtt még azt gondolnák, hogy az idegen nyelvi stratégiát szeretném alátámasztani, vagy legalábbis annak a szükségességét, én egy picit másabb megvilágításba helyezném ezt az idézetet. Hogyha megkérdezik, és még mindig nagyon sokan megkérdezik, nem csak a múltban kérdezték meg, hanem a jelenben is, hogy a magyar tudományosság miért van a világ élvonalában tekintettel arra, hogy mind népesség, mind lakosság számunkra, mind a területünkre vonatkozóan azért jóval kisebbek vagyunk, mint nagyon sok másik nagy állam, akikkel azonban felvesszük a versenyt. Nagyon sokan ezt nem értették, hogy a legfontosabb egyetemeken, kutatóhelyeken, laboratóriumokban miért van olyan sok magyar és miért van olyan sok Nobel-díjasunk, akkor én úgy gondolom, hogy erre meg tudjuk adni a választ. Röviden az előadásomban elmondom azokat a saját válaszokat, amelyeket mi erre meg szeretnénk adni, de azért azt is elmondom, hogy milyen válaszokat adtak erre már mások korábban. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a magyar nyelv logikus felépítésének köszönhető az, hogy ilyen sok tehetséges fiatal van a magyar nemzet soraiban. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az árnyalt kifejezésmód és a gondolkodása visszacsatoló hatása az, ami a gondolkodásunkat még inkább serkenti. Vannak, akik úgy gondolják, hogy vannak misztikusabb magyarázatok is, ilyen misztikusabb magyarázat az a génekben keresendő, vagy a misztikusabb magyarázatok okai a génekben keresendőek. Vannak, akik azonban úgy gondolják, hogy a magyarságot a történelme alatt ért meg annyi tragédia az, ami elősegítette a tehetségeknek mind a gondozását, mind a tehetségek kibontakozását, hiszen a visszavágott gyümölcsfa szívósabb, és a hajtásai sokszor termősebbek. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy az ilyen, vagy ehhez hasonló tetszetős magyarázatok helyett vannak sokkal prózaibb okok és indokok is. És a prózaibb okok vagy indokok közé tartozik az oktatási rendszer, de sokkal inkább ide tartozik a pedagógusoknak a munkája, az önök munkája, akik a mindennapok során segítenek abban, hogy a tehetséges fiatalok a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, és azt is gondoljuk, abban is hiszünk, hogy a tehetséggondozásban is kereshető vagy keresendő ezeknek az okai. Én ezért köszönöm, hogy most itt lehetek, én köszönöm, hogy már 20 éve ezt a konferenciát megszervezik, és hogy a 20 éves tehetségprogram, nemzeti tehetségprogram első 10 évéről beszélhetek önöknek, valamint arról is, hogy a következő éveket mi hogy kívánjuk, vagy hogy szeretnénk előkészíteni. Nemzeti tehetségprogram alapvető céljai és feladatai önök előtt is ismertek bizonyára. Ami azonban talán a diáról kevésbé látszik, az, hogy hány fiatalnak tudtunk segíteni az elmúlt időszakban. Az elmúlt időszakban évente több mint 300-350 ezer fiatalnak tudtunk segíteni a Nemzeti Tehetségprogramon keresztül. Amikor a 2019-es és 20-as cselekvési programot egy belső egyeztetési folyamatra vittük, akkor a kollégák, helyettes államtitkár kollégák többnyire megkérdezték tőlem, vagy azt a kérdést szegezték nekem, hogy ez hogyan lehetséges, és hogy ez mennyire valós, hogy milyen sok fiatalnak tudunk segíteni. Picit rácsatlakozva az előttem szóló gondolatára, én azt válaszoltam, és úgy gondolom, hogy ez illeszkedik is ebbe a képbe, azt a választ fogalmaztam meg, hogy mi abban hiszünk, mindannyian abban hiszünk, akik a tehetséggondozással foglalkozunk, hogy minden fiatal tehetséges valamiben, és nekünk abban kell segíteni, hogy a tehetségüket megtaláljuk és kibontakoztassuk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 300-350 ezer fiatalnak tudunk segíteni, akkor bár ez soknak tűnik, de mi úgy gondoljuk, hogy még mindig nem elegendő, és
azon dolgozunk, hogy minél több fiatalnak tudjunk segíteni. Az elmúlt 10 évben nagyon sok előrelépés történt, és nagyon komoly eredmények vannak mögöttünk. 2008-ban a Nemzeti Tehetségprogramot 5-párti konszenzus eredményeként fogadta el az országgyűlés. Az 5-párti konszenzus eredményeként 2 éves cselekvési programokat alkottunk meg, amely kormányhatározat formájában kerül elfogadásra. A pályázati felhívások ezekre a 2 éves cselekvési programokra épülnek, évente jelenik meg, és elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Tehetségprogram megvalósítása az még mindig a 2008-ban elfogadott stratégiai keretek mentén zajlik. Ez úgy zajlik, hogy teljes társadalmi konszenzus övezi, és én ezúton is köszönöm mind a pedagógusoknak, mind a szakembereknek, mind a civil szervezeteknek azt a támogatást, amelyet biztosítanak és amelyet nyújtanak a Nemzeti Tehetségprogram megfelelő végrehajtása érdekében. De hogyha megnézzük a számokat, megnézzük az eredményeket, honnan indultunk, és most jelenleg hol vagyunk, hová tartunk, akkor úgy gondolom, hogy erről is érdemes egy pár mondatot ejteni. 2009-ben mintegy 500 millió, picit több mint 500 millió forint állt a rendelkezésünkre. 4 pályázati kategóriában több mint 15 ezer főt tudtunk támogatni. Elengedhetetlen, hogy itt elmondjam az adófizető állampolgároknak a hozzájárulását. Bizonyára önök is tudják, de én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az 1%-os felajánlások adják a Nemzeti Tehetségprogram forrásának a felét, tehát a forrásának az alapját, és azt is elmondhatjuk, hogy évről évre nő az 1%-ot felajánló adófizető állampolgároknak a száma, hiszen a program indulásakor megközelítőleg 54 ezeren ajánlották fel az 1%-ukat, míg a tavalyi évben már több mint 300 ezeren meghaladta a 325 ezer főt is a felajánlott 1%-oknak a száma. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény, és ez azt is bizonyítja, hogy a magyar társadalom is érzi és érzékeli azt, hogy a Nemzeti Tehetségprogram és a tehetséggondozás az a megfelelő irányban halad, és fontosnak tartják, hogy ezt ők is támogassák. Ami pedig önöknek köszönhető, az az, hogy rengeteg programot és pályázatot tudtunk az elmúlt időszakban támogatni, hiszen megteremtettük annak a lehetőségét 2015-ben, hogy ösztöndíj formájában a fiatalokat közvetlenül is tudjuk támogatni, de ezért fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy 2018-ra már meghaladtuk a 3 milliárdos keretet, és a 3 milliárdos keretnek nagy része az mégiscsak közvetett módon jut el a fiatalokhoz, mind a köznevelési intézmények, oktatási intézmények, mind a civil szervezetek támogatásán keresztül. Azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 2018-ban azért jóval magasabb összeg érkezett be hozzánk, mint amennyi keret a rendelkezésünkre áll. 2018-ban több mint 4 milliárd forint értékben érkeztek be hozzánk pályázatok, tehát úgy gondolom, hogy még van hová fejlődnünk, még van hova tovább mennünk, és ezért is kérem az önök segítségét, és ezért is támaszkodunk önökre, hogy az adófizető állampolgárok felé is próbáljuk ezt a programot, a Nemzeti Tehetségprogramot minél szélesebb körben ismertetni és bemutatni, elterjeszteni annak érdekében, hogy tudják, hogy a Nemzeti Tehetségprogram az miről szól, milyen tevékenységet valósítunk meg, és én bízom abban, hogy el tudjuk érni azt az összeget, amivel minden pályázatot tudunk támogatni, és minden tehetséges fiatalnak tudunk segíteni. Említettem, 2015-ben bevezetésre került a kiemelten tehetséges fiatalok ösztöndíj támogatása. Ez egy rendkívül népszerű kategória, itt is egy pár számot meg szeretnék osztani önökkel. A 2015-ös és 2016-os évben több mint 1000 támogatott tehetség, vagy több mint 1000 fiatalt tudtunk támogatni, és 2017 és 2018-as évre vonatkozóan még végleges összesített adatokkal nem rendelkezünk, hiszen 2018-ban csak az első szakaszba benyújtott jelentkezéseket tudtuk eddig elbírálni, és a Nemzet Fiatal Tehetségért ösztöndi az egy folyamatosan nyitva álló pályázat vagy pályázati kategória. Azonban bízom benne, mert az előzetes becslések szerint és a biztosított forrás alapján úgy látjuk, hogy meg fogjuk haladni a 15-16-ban támogatott fiataloknak a számát. Ami szintén fontos az az, hogy a Nemzet Fiatal Tehetségéért ösztöndi bevezetése és annak a vizsgálata során azt láttuk, hogy a fiataloknak erre szükségük van, és azt is láttuk, hogy nem csak ezt a kategóriát érdemes a továbbiakban
többletforrások biztosításával szélesebbre nyitni, és még több fiatalnak segíteni a tehetséggondozásban, és segíteni abban, hogy ki tudja bontakoztatni a tehetségét, hanem érdemes tovább gondolni, és érdemes további ösztöndíjakat is bevezetni. A következő 2 éves cselekvési programban már erre is tettünk javaslatot, és bízunk benne, hogy ebben az évben még meg tud jelenni, és ez alapján a kormány elé tud kerülni. És hogyha már a következő 2 éves cselekvési programról volt szó, akkor engedjék meg, hogy erről is mondjak egy pár mondatot, mert a munkát azt már elkezdtük, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangon elfogadta a javaslatainkat, tehát én bízom benne, hogy ez alapján tudjuk fejleszteni és a továbbiakban is működtetni a Nemzeti Tehetségprogramot. Amit fontosnak tartok hangsúlyozni, az a stabilitás. Megvizsgáltuk, áttekintettük a Nemzeti Tehetségprogram elmúlt éveit, és azokat az eredményeket, amely a Nemzeti Tehetségprogram mögött van, és már a magáénak tudhat. Azt láttuk, hogy minden pályázati kategóriára és minden pályázatra, amelyet korábban elindítottunk, arra szükség van. Tehát a következő 2 éves cselekvési programot mi azon szemlélet mentén készítettük elő, hogy ezekben mi ne változtassunk, hanem azokat a pályázatokat, pályázati kategóriákat a jövőben is őrizzük meg, amelyek sikeresnek bizonyultak. Mit értünk ez alatt, vagy mit értek ez alatt? Amelyek bevezetésre kerültek az elmúlt időszakban, azokat is megtartjuk, a hagyományosabb pályázati kategóriákon kívül. Gondolok itt akár arra, hogy már óvodáskorban érdemes elkezdeni a tehetséggondozást, tehát már az óvodásokra is igyekszünk odafigyelni, de ugyanígy fontosnak tartjuk azt is, hogy kárpát-medencei térben és dimenzióban gondolkozzunk, és ugyanígy fontosnak tartjuk azt is, hogy a nemek egyenlő esély részvételét biztosítsuk a tudományterületeken. Valamint, ami egy új pályázati kategória volt, és rendkívüli népszerűségnek örvendett, ez a táboroknak, tehetséggondozással foglalkozó táboroknak a támogatása. Ezeket is meg szeretnénk őrizni a következő években. És melyek azok, amelyek újdonságként akár meg is jelenhetnek a következő 2 éves cselekvési programban, azon túl, hogy amint már említettem, mindent megőrzünk, ami eddig a tehetségprogramban benne volt. Azt látjuk és úgy gondoljuk, hogy az intézményrendszert azt érdemes még inkább bővíteni, vagy legalábbis azt a hálózatot, azt az alapot megteremteni hozzá, hogy még inkább, még többen tudjanak a tehetséggondozásra fókuszálni. Ahogy a Nemzeti Tehetségprogramban is olvashatják önök a stratégiai dokumentumban, ott nevesítésre kerül egy tehetségsegítőkör. Mi a következő 2 évben meg szeretnénk teremteni annak a feltételeit, hogy a tehetségsegítőkör az ne csak a szavak szintjén, hanem a valóságban is létezzen. Ezt nem egyik pillanatra a másikra szeretnénk megtenni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy azzal a széleskörű együttműködéssel, amelyel a tehetségprogramot előkészítjük, ugyanígy kerüljön sor a tehetségsegítőkörnek a megalapítására is. Ami szintén fontos, az az, hogy a fiatalok társadalmi felelősségvállalását is segítsük elő. Korábban is megjelent a társadalmi felelősségvállalás, de nem külön pályázati kategóriaként, a jövőben mi erre is javaslatot kívánunk tenni. Ami szintén nagyon fontosnak tartjuk, az anyanyelvi identitásnak a megőrzését. Korábban ez szintén megjelent, azonban nem rendeltünk hozzá indikátorokat, és úgy gondoljuk, hogy szükséges ezt a tevékenységet is mérhetővé tennünk, és hogyha valaki a tehetséggondozás ezen területén is komoly tevékenységet végez, akkor az ő pályázatait mi külön tudjuk ezen keresztül támogatni, ezért javaslatot tettünk arra, hogy ez is kerüljön külön megjelenítésre. Nagyon sok, ahogy az előbb említettem, nagyon sok ilyen típusú újdonság várható, amivel mi még inkább szeretnénk a Nemzeti Tehetség programot színesíteni, és azt a kört is szélesíteni, akiket mi a támogatásunkról tudunk biztosítani. Az elmúlt években, ahogy láthatják a prezentációban is, mi arra törekedtünk, hogy ne csak a tehetséges fiatalokat tudjuk közvetlen módon támogatni, hanem ugyanúgy azokat a szakembereket, azokat a szervezeteket, akik a tehetséggondozással foglalkoznak, őket is tudjuk mind támogatásban részesíteni, mind elismerésben. Ilyen elismerésről szól a Bónisz Bóna díj, amelyet tudom, hogy többen önök között is már megkaptak, és a jövőben is ezt mi folytatni szeretnénk, szélesíteni szeretnénk azt a kört, akiket Bónisz Bóna díjban tudunk
tudunk részesíteni. Ami szintén fontos, az az, hogy a tehetséges fiatalok kapcsolatba kerüljenek egymással, és utána kapcsolatba is tudjanak maradni, csináljanak bármit, és éljenek bárhol a világon. Erről szólnak az alumni találkozóink, amelyeket szintén elindítottunk. Azt látjuk, hogy erre szükség van, a fiatalok részéről igény van, és mi biztosítani szeretnénk annak a lehetőségét, hogy az a fiatal, aki adott esetben már elérte vagy meghaladta a 35 éves korhatárt, neki is legyen arra lehetősége, hogy az alumni találkozó keretében olyan kapcsolatokra tehessen szert, amely a későbbiekben hálózat formájában is támogatja az ő munkáját. NTP fejlesztési források. Ahogy már említettem, ebben az évben több mint 3 milliárd forint állt a rendelkezésünkre. Jövőre ezt önök is láthatják, ez publikus adat, a 2019. évi költségvetésben még plusz 300 millió forint áll majd a rendelkezésünkre, de ezek csak a hazai források, és ezt kiegészíti az EFOP 321 Tehetségek Magyarországa című projekt. Azonban, ha jól tudom, akkor a holnapi nap folyamán erről Jávor Balázs kollégám majd tart egy rövidebb prezentációt, és bízom benne, hogy az érdeklődésüket ezzel fel tudtam annyira keltni és ébreszteni, hogy vegyenek részt azon az előadáson is. Úgyhogy én egy diával készültem, egy kis kitekintéssel csak erre a programra. Digitalizáció. Úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció az már az életünk része, tehát mi nem azt a kérdést tesszük fel, hogy ezt... ezzel mi mit kezdjünk, hanem azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen formában tudunk megjelenni már a tehetséggondozás és a digitális térben. Én egy adatot szeretnék csak önöknek elmondani. Az internet és az otthoni számítógépek a térhódításukat a 2000-es évek elején kezdték. Amikor ezt kezdték, akkor idézőjelben már én is iskoláskorú voltam. Azok a pedagógusok és a szüleim, azok a pedagógusok, akik engem tanítottak, és a szüleim még abban az életszakaszban, amikor ők oktatási intézményben hallgatóként vagy diákként részt vettek, ők ezt nem tapasztalták. Tehát szerintem nekünk nap mint nap kell felkészülnünk ezekre az újabb kihívásokra, hiszen a 2016-os ifjúságkutatás adatai alapján már azt látjuk, hogy 10 fiatalból több mint 8 fiatal nyilatkozik úgy, hogy az otthonában rendelkezik számítógéppel, és 10 fiatalból 9-en nyilatkoznak úgy, hogy könnyen van internet hozzáférése, napi szinten tudja használni az internetet. Tehát most már azt is elmondhatjuk, hogy az otthoni számítógépektől teljesen függetlenül használják a fiatalok az internetet, hiszen ott van az okostelefon, és a wifi hálózatokról pedig nem is beszélek. Tehát az, hogy az interneten jelen legyünk, és a Nemzeti Tehetségprogram is jelen legyen, az a mi szempontunkból is kiemelt, és a következő 2 éves cselekvési programba is ez reményeink szerint meg fog jelenni. Hol fog például megjelenni? Például a versenyeknél. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok olyan hagyományos, tradicionális verseny van, vagy verseny létezik, amelynek a jövőben is folytatódnia kell, de az is nagyon fontos, hogy a fiatalok számára ezek a versenyek, vagy azok a feladatok, amelyekre a versenyekre fel tudnak készülni, online módon is elérhetőek legyenek. Mi egy közös gondolkodást már elindítottunk, elkezdtünk, de én ebben is nagyon támaszkodom az önök segítségére, hiszen itt egy közös gondolkodással tudjuk azokat a versenyeket az online térben is megjeleníteni, amelyeknek úgy gondoljuk, következő 10 vagy 20 évben is a fiatalok mindennapjaiban ott kell lennünk, vagy a tehetséges fiatalokat támogatniuk kell. Ugyan ilyen megfontolásból hoztuk létre az Oktatási Hivatallal együttműködésben a Tehetségkapu portált, amelyet az elmúlt években továbbfejlesztettünk. A Tehetségkapu portálnak is az a lényeg és az a jelentősége, hogy éljen bárhol egy magyar fiatal, bárhol a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában, neki legyen arra lehetősége, hogy mind a tehetség területét egy pedagógus segítsége vagy a szülőnek a segítségével könnyebben be tudja azonosítani, és lássa azokat a lehetőségeket, ahol ő ezt a tehetséget meg tudja adott esetben mérettetni. És ez a dia, amit most kivetítettem, ez a honlapunknak a diája, hiszen úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Tehetségprogramnak is szüksége van egy folyamatos online jelenlétre, ahol a friss híreket, információkat, mind a pályázatokkal kapcsolatban, mind a projektekkel kapcsolatban önök egy honlapon keresztül elérik és megtalálják. A nemzetitehetségprogram.hu honlap az elkészült. Én örömmel veszem, hogyha önök ezt a honlapot is áttekintik, böngészik, és adott esetben
esetben, hogyha van még javításra, fejlesztésre vonatkozó javaslatuk, vagy vannak olyan információk, amelyet ezen a honlapon nem találnak meg, akkor azt is örömmel vesszük, hogyha ezt akár közvetett, akár közvetlen módon felénk jelzik, annak érdekében, hogy tényleg legyen egy olyan online információs adatbázis, amely egyszerre rendelkezik olyan típusú információkkal, amely segítséget nyújthat önöknek a munkában, amely egyszerre rendelkezik olyan linkkel, mint például az EMET-nek a linkjével, amelyen keresztül könnyedén elérhetik a pályázati felhívásokat, és amely egyszerre mutathatja be a Nemzeti Tehetségprogramot a teljes társadalom felé, egyszerre nyújt olyan híreket vagy információkat, amely a tehetséggondozás rendszerét bemutatja szélesebb körben. Én még egyetlen egy gondolattal, hogyha megengedik, egy személyes gondolattal szeretném zárni a prezentációm, hiszen felmerült az előttem szóló részéről, hogy a robotok azok nem a versenytársaink. Én múlt héten több nemzetközi konferencián is részt vettem, és arra is volt lehetőségem, hogy a tehetséggondozásról és a digitalizációról részben is elmondjam azokat a magyar eredményeket, amelyek nálunk már vannak és mérhetőek, és részben meghallgassam azokat a nemzetközi gondolatokat, amelyeket elindítottak. Úgy gondoljuk, és én személy szerint is ezt a gondolatot megfontolandónak tartom, hogy de a robotok azok nagyon sok esetben a versenytársainká válhatnak, és éppen ezért tartunk és félünk attól, hogy a jövőben mi lesz a munkahelyekkel, és mi lesz a fiataloknak a munka lehetőségeivel, hogy tudjuk őket felkészíteni úgy a munkaerőpiaci integrációra, már az oktatás köznevelés során, hogy ők adott esetben olyan munkákat is képesek legyenek ellátni, amelyeket most még nem ismerünk. Erről is rengeteg dokumentum szól, a Világgazdasági Fórum rendszeresen erről értekezik. De mi az, amiben mi tudunk segíteni? Azon túl, hogy önök átadják azt a képességüket, hogy nem csak 15 percen keresztül tudnak figyelni, hiszen ez tényleg egy különleges képesség, és a fiataloknak erre tényleg szükségük van. A fiatalok előtt igazából két út áll, hogyha nagyon leszeretnénk egyszerűsíteni. Az egyik út az, hogy vagy megtanulják, hogy a robotokat, vagy a mesterséges intelligenciát milyen módon tudják programozni, és milyen módon tudják a fiatalok majd a későbbiekben saját javukra és a társadalom javára hasznosítani a robotoknak az energiát és az erejét. És a másik, hogy azokat a képességeket és készségeket fejlesztik ki a fiatalok, találjuk meg a tehetséges fiatalokban, amelyek a robotok nem képesek, és valószínűleg sohasem lesznek képesek. És azokon a területeken, és ilyen szempontból mégiscsak egyetértek az előttem szólóval, azokon a területeken a robotok sohasem lesznek a fiatalok versenytársai, és ezeket a területeket kell és szükséges a fiataloknál a tehetséggondozás, tehetségazonosítás során megtalálni, és a fiataloknak abban segíteni, hogy a tehetségüket ezen a területen tudják kibontakoztatni. Mi bízunk és számítunk az önök támogató munkájára és az önök segítségére, és amiben mi hozzá tudunk járulni, akár a pályázati felhívásoknak a tennévrendjéhez történő igazításával, akár a Nemzeti Tehetségprogram népszerűsítésével, hogy a jövőben is minél több forrás álljon a rendelkezésünkre, akár annak a szélesítésével és további vállalásokkal, amely további indikátort jelent és további pályázati felhívást. Én azt tudom garantálni, hogy mi ezt meg fogjuk tenni, és a továbbiakban is azzal a társadalmi konszenzussal kívánjuk ellátni a feladatunkat, hogy a Nemzeti Tehetségprogram megvalósítása, végrehajtása az mind az önök megelégedettségével, és mind a civil szervezetek, civil szereplők és a társtárcák elégedettségével bonyolítsuk le. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!